Gyerekek érkeznek előadásra a Táncsics Mihály Általános Iskolába. Vörös Sándor verseiből, életművéből összeállított tantermi színházat láthattak a diákok. Az I-generációért Egyesület a Hambas Béla 125 év sorozat után ismét az irodalom terén indított átfogó programot. A 2024-es évben Vörös Sándor életművével szeretnének mélyrehatóan foglalkozni. Itt nekünk kiemelten az lehet is ez a cél, hogy a fiatalokat egy kicsit megnyerjük Vörös Sándor iránt, és hogy ne vesszen el a gyermek versekkel, hanem egy picit korosztályonként mindig megtalálják benne azt, amit ő nekik adhat, hiszen hát Vörös Sándor egyébként egy nagyon komoly és teljes életművet alkotott, amiben abszolút benne van az, hogy minden életszakaszban én kaphassak ettől valamit. Én azon az almafán dinnyét szedtem délután. A gyermekverseken túl a diákok a 111 éve született Vörös Sándor életét, illetve felnőtt verseit is megismerhették, persze játékos formában. Mi mindig játékos előadásokat csinálunk, amikor csinálunk gyerekeknek színházat, interaktív, és akkor ebben is ezt megpróbáltuk visszahozni. Nem csak verseket mondunk a színpadon mi színészek, hanem játszunk a gyerekekkel is, hogyha jönnek velünk, de eddig jöttek, mert már volt két előadás ebből. A diákok az interaktív előadás alatt örömmel vetették bele magukat a történetbe, és ismertek meg egyre több mindent Vörös Sándor életművéből. A mi várakozásunk mindig az ilyenkor, hogy játszanak velünk, mert úgy van kitalálva, hogy gyertek és játszunk együtt, és hogyha jönnek, akkor az nekünk már jó, meg ha látom, hogy nevetnek, meg mosolyog az arcuk, és mondjuk, ha megismerlek egy-két verset, tudom, meg szoktuk kérdezni, hogy ismeritek-e ezeket, és akkor van erre visszajelzés, hogy ismerik, és akkor biztatjuk őket, hogy még olvassanak többet. Nem a délelőtti Táncsicsban tartott előadás volt az egyetlen produkció, amin az idei tanévben részt vehettek a diákok. A következő időszakban ugyanis a tervek szerint tucatnyi intézménybe viszi még Tűzkő Sándor és társulata a Vörös Sándor életművéből összeállított műsort.